Megemlékezést tartottak a június 16-ai 1956-os forradalom vértanúinak emléknapja alkalmából. Az eseményt Szerencsen a Nagy Imre mellszobor közelében rendezték meg június 14-én pénteken. A jelenlévőket Lackó Szilárd, a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum pedagógusa köszöntötte, aki tömören nyújtott betekintést a valamikori miniszterelnök pályafutásába. A megemlékezés során megemlítette, hogy Nagy Imre 1896. június 7-én Kaposváron született. Középiskolai tanulmányait nem fejezte be, viszont esztergályos lett, majd az első világháborúban katonaként szolgált és orosz fogságba esett. Szibériában csatlakozott a Vörösőrséghez, utána pedig a kommunista párthoz. 1921-ben visszatért Magyarországra, hogy szociáldemokrata párti tevékenységeit elvégezze, azonban 1925-ben kizárták a pártból. 1928-ban először Bécsbe, utána Moszkvába emigrált, ahol agrárszakértőként végezte a feladatait, mindemellett pedig a Moszkvai Rádió magyar adásait szerkesztette. Külföldi kitekintése után 1944-ben tért haza, amikor részt vett a Magyar Kommunista Párt megszervezésében, majd 1945-ben földművelésügyi miniszterként megvalósította a magyar földreformot. Nagy Imre lett az agrárterület szakértője, viszont elképzelései ellentétben álltak a Rákosi féle sztálinista politikával. 1953-ban kinevezték miniszterelnöknek, miután bevezette az új szakasz politikáját, amely pozitív változást hozott és a gazdaság fejlesztésére összpontosított. Intézkedései népszerűek voltak, de 1955-ben Rákosi politikai támadása miatt távoznia kellett. 1956. októberében a forradalom kitörésekor ismét miniszterelnöknek választották. 1956. október 31-én bejelentette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói szerződésből. 1956. novemberében a szovjet csapatok leverték a forradalmat, és Nagy Imrét letartóztatták, miután 1958-ban egy titkos per során halálra ítélték és kivégezték. Halál után sokáig nem lehetett nyilvánosan beszélni róla, azonban az 1989-es rendszerváltáskor rehabilitálták és újra temették. Személye máig fontos jelképe a magyar függetlenségi és demokratikus törekvéseknek. A beszéde után a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum egyik diákja, Takács Viktória műsorát hallhatta a közönség, aki Heltai Jenő Szabadság című versét adta elő. A megemlékezés végén a résztvevők, köztük intézményvezetők elhelyezték koszorúikat az 1956-os mártír szobra előtt.